Szevasztok, vasárnapban, mivel is jöhetnék mással, mint a holnaptali vloggal, és most egy picit különleges eseményen vagyunk, hiszen itt vagyunk a Sun City, a holnaptali... Hopp, valaki pont ki akar jönni. Premier én elképesztő nagy az izgatottság, ahogy látszátok, most pont fél idő van, úgyhogy megpróbálom majd a szereplőket elkapni magán az előadás után, meglátjuk. Majd gyakorlatilag egy osztálykirándulást láthattunk némileg, vagy hát kicsit badló osztálykirándulást. Hát eredén a tanárunk, mondjuk Béla, akkor 1-től 5-ig hogy értékelni, hogy milyen osztályokat kapnának itt a mai teljesítményükre? Hát olyan 8-as, 9-es, mert azért ez egy elképesztő munka, még azoknak a színészeknek is, akik az életük nagy részét a zeneszínházban élik, és gyakorlatilag találkoznak műzikelekkel. Ennek a szereposztásnak egy jelentős része először találkozott a zenés előadással színészként, és óriási munka, amit végeztek. És valahol azt érzem, hogyha már ezt a hasonlatot mondtad, hogy egy kicsit talán tanultak is valamit a színházról, vagy a zenés színházról ez alatt az idő alatt. Anna, te igazából gyakorlatilag alig mozogtál az emberekkel az előadás folyamán, szinte végigutaztál, nem volt ez kicsit rossz, hogy furi, hogy mint egy másik vonalban mozognál? Nem, mert ez nem volt rossz ez a szál szerintem, mert nagyon sok országot megnézhettem. Szerintem ez egy nagyon jó komikus forrás volt így egyébként az előadásban, és én nagyon élveztem, és ennek meg kellett találni a humorát, meg a varázsát ennek, hogy ez ilyen különböző kis etüdökből áll. Szerintem ez ugye már a negyediknél már az ember szóval, ahogy meglátod, már tudta, hogy jaj, úristen, mi van már. Szóval nem volt rossz. Volt már itt a Magyar Színházban ekkora főszerepet? Nem, mivel annyira pályakezdő vagyok még, hogy igazából ez volt az első nagyobb, komolyabb szerepem, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, és most akkor a kövesedet esett le a szívemről, hogy túl vagyunk rajta, mert azért ez egy hatalmas izgalom és feszültség volt azért az emberben. Egész egyszerű eszközökkel dolgozom, de ez még nem a jelmezem, csak a cipőmet nézzétek, és nem csalok. Mielőtt picit megkosogtattam a hátadat, akkor mint hogy a némi izzadságot véltem volna felfedezni benne. Az elején elmondtad még egy hónappal ezelőtt, hogy készítsenek benne egy palackot, levegővel, oxigénnel, meg 4 liter vizet. Igazolódott ez a gyanút, hogy kell ez? Kell, mindenképpen kell. A másfél liter vizet minden előadás előtt bekészítem magamnak, és amint van egy másodpercnyi időm, kirohanok és kortyolok belőle egy óriásig, sőt, fent a lépcső tetején van egy fél liter víz bekészítve, és a dalom előtt abból iszok, hogy ne száradjon ki az orgam, de így is mindig valamira kiszárad, mert hát táncolok. Amikor elkezdtük, akkor az első táncpróba után hát úgy jöttünk ki a Gorillalitól, hogy szerintem másnap senki nem tudott lábra állni, szóval ez a próba folyamat, hogy szépen megedződjünk.